most már csak egyetlen egy dolgunk van, hiszen maradt a porondon két cukor molekulánk a vizsgálati anyagaink közül, a glükóz és a fruktóz, akik mind a ketten monoszaharidok, tehát a barfőt próbával nem tudom őket elkülöníteni, és mind a ketten adják az ezüstükör próbát és a Fehling reakciót is, mert egymásba izomerizálódnak, és ezt pedig az úgynevezett Sullivan-on féle reakcióval, vagy próbával tudjuk kimutatni. A Sullivan-on féle próbához egy rezolcin nevezetű anyagot használom, ami tulajdonképpen 1,3-dihidroxi-benzol, és ennek a reagensnek a segítségével a ketózok mutatható ki, tehát egy piros színű vegyület fog a folyamat során keletkezni. Először is betöltjük akkor a fruktóz oldatunkat ebbe a kémcsőbe. Utána következik a glükóz oldat egy másikba. Mind a kettő kap sósavat. Próbáljunk arra törekedni, hogy körülbelül egyforma anyagmennyiségekkel dolgozzunk, és egy késhegynyit ebből a kristályos anyagból, a rezolcinból. Mivel ugye most csak kvalitatív a próba, így tényleg nem kell kiméregetni az anyagmennyiségeket. Hanem csak a spatulának a végével mérjük ki ezeket az anyagokat. És akkor most megint az lenne a feladat, hogy stoppert is használunk. És akkor kezdjük először, azért persze összehozzuk a kincső tartalmát. Várjuk. De lehet látni, hogy a kémcsőnek ott a falán már elkezdett megjelenni.
és ugye megjelent a rózsaszín árnyalat a kémcsőben. És ez már ebben a formában pozitív, 1 perc 27 másodperc. És akkor még ezt is újraindítjuk. Tehát az előző volt a fruktózunk, a ketohexóz. És ez pedig a glükóz. A sósav az azért is szükséges ebben a reakcióban, mert ugye mondtam azt, hogy rúgos közegben izomerizálódik glükózzá a fruktóz, és ezzel a savas kémhatással ezt a lehetőséget elveszük tőle. Egy perc 20 másodperc, tehát ugyanannyi idő telt el, mint az előbb, és ugye lehet látni, hogy piros színű reakció termék nem jelent meg folyamat során, és most már ugye egyre nyilvánvalóbb, ahogy az idő telik, hogy a fruktóz az adja ezt az illető próbát, a glükóz az pedig nem adja. Ilyen módon tehát a redukáló tulajdonságok különbözősége alapján a szaharózt ki tudjuk szűrni a sorból, a barföld reakcióval a monoszaharidokat a diszaharidoktól, és végül a szelidahaféle próbával a ketohexózokat a